Köszöntjük Önöket ismételten. Jó reggelt kívánunk. Ha azt mondom Önöknek azt a nevet, hogy Hankis Elemér, lehet, hogy a legtöbbeknek éppen az ugrik be, hogy ő volt tévéelnök. De hát nagyon sok, nagyon érdekes kutatás és tudományos munka fűződik az ő nevéhez. Erről fogunk beszélgetni. Pók Attila történésszel és Kroon Norbert fizikussal. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Szerveznek ugye egy szimpóziumot azért, hogy ápolják Hankis Elemér tudományos örökségét. Ha most azt kérdezem Önöktől, hogy mi volt a legfontosabb az ön munkásságában, mit emelnének ki? Hát azt hiszem a nyitottságát. Gyakran úgy szokták őt jellemezni, hogy oszcillált, tehát állandóan különböző tudományterületek között mozgott. Kezdte irodalomtörténészként, beleszeretett a strukturalizmusba, utána a szociológusként lett nagy, és a végén pedig filozófiával, antropológiával foglalkozott. De mind tulajdonképpen egy nagy dolog érdekelte. Az, hogy hogyan viszonyul mindaz, ami a lélekben van, ahhoz, ami a politikai társadalmi cselekvésben zajlik. És az ő nagy hőse Hamlet volt, az az első nagy irodalomtörténeti témája, és ez a Hamlet probléma tulajdonképpen irodalomként, szociológiaként, filozófiaként végigkíséri az egész életét. És egyszerre tudta a kicsit és a nagyot egyben látni, hidat tudott építeni a különböző tudományágak felparcellázott területeit. Nem igazságtalan a sorstól mindaz, amit egyébként Judit teljes joggal mondott, hogy most amit itt kettő mondatban felsorolt, vagy kettő percben, az egy 10 ember életére elég lenne, miközben ha azt mondanánk, hogy Hankis Elemér, akkor nagy valószínűséggel az embereknek egy jó részének az jut eszébe, hogy ő volt a tévéelnök, ahol aztán volt létszámleépítés, tüntetés, egyetértek, nem érte, politika, nem politika, miközben egy nagy életműnek az egyszeletét emeljük ki. Ez valóban így van. Én Hankis Elemérrel először egész más formában találkoztam. A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára voltam, és egy nagy problémával keresett meg. Megoldottuk ezt a problémát, de eközben megtanultam azt, hogy ő hogyan gondolkodik, és tényleg csodáltam őt. Utána sokáig nem volt kapcsolatunk, végül sajnos már elég későn Kőszegen találkoztunk újra. Kőszegen, az ottani új intézetben, a Felsőfokú Tanulmányok Intézetében, ahol egy előadást tartott a kvantummechanika társadalmi vonatkozásairól. Na most ez egy megdöbbentő dolog. Mi, mint fizikusok, természetesen foglalkozunk a kvantummechanikával, csodáljuk azt, hogy nincs más olyan elmélet, ami olyan pontosan leírná a körülöttünk levő világot, mint a kvantumelmélet, ugyanakkor nem értjük ezt. Én nincs úgy gondolom, hogy kvantummechanikával is foglalkozom, hogy aki azt állítja, hogy érti, az hazudik. Ő tartott egy előadást arról, hogy a kvantummechanika és a társadalomtudományok kapcsolata. Most mi még azt tanultuk az iskolában, hogy a kvantummechanika az atomi világnak az elmélete. Ez hogy kapcsolhat össze a társadalomtudományokkal? Tehát magyarul ő volt az egyetlen ember körülbelül, akinek eszébe jutott, hogy egyébként a kvantummechanika hat is a társadalomra. Bizony, így van, Magyarországon biztos, a külföldön azért már ez előjött, de hát az érdekesség és a szomorú az egészben az, hogy az előadása után leültünk egy kicsit beszélgetni erről. Rájöttünk, hogy ez azért nagyon bonyolult dolog, és abban maradtunk, hogy ezt folytatjuk. Feltétlenül ebből programot kell csinálni. Sajnos erre a programra már nem került sor, mert Hankis Elemér meghalt. Mennyire segítette egyébként az ő népszerűségét az, hogy jellegzetes hangja és fizimiskája és megjelenése miatt? Szerintem az egyetlen olyan tudós, akit még a humoristák is felfedeztek, akit még utánoztak is, egyébként megjegyzem, hogy megfelelően kedvesen utánozták őt, tehát hogy ő idézőjelben, nem csak idézőjelben, népszerű ember lett Magyarországon, ismert ember lett Magyarországon. Így van, hát 2000-ben egy közvéleménykutatás szerint a megkérdezett, reprezentatív közvéleménykutatás szerint a megkérdezettek 65% a tudta Magyarországon, hogy ki Hankis Elemér. Tessék, majdnem kétharmad. Nem tudom, hogy valaha akadémikus érte el ilyen arányt. Hát ezt nehéz bizony elérni, de még egy elemét szeretném a munkásságának kiemelni, hogy nem csak egyénként próbált kutatni és hatalmas ötleteket bevinni a közbeszédbe, hanem az intézményépítésben is nagyon jó volt. Ez egy hamvába húzott próbálkozás volt a tévéelnökség. Azt hitte, hogy a tévéből is ki lehet majd valamit hozni, de nagyon remélem, hogy az emlékezet nem tévéelnökként, hanem mondjuk annak az intézménynek az alapítójaként,
étezgébereként fogja megőrizni, amit Norbert az előbb említett, ez a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézete. Na most ennek az intézetnek nagyon érdekes az angol neve, mert angol a munkanyelv, Institute of Advanced Study Kőszeg, és ott ezt egy akronimaként összerakjuk, az I ask, kérdezek. Na és ez volt Hankis Elemér munkásságának az egyik legmeghatározóbb eleme, mindig mindenről kérdezett, és olyan intézményeket próbált létrehozni, ahol a legkülönböző tudományág a képviselő egymástól tudnak kérdezni, ez jött létre Kőszegen, és ez él tovább. Mikor lennének elégedettek a szimpózium után? Tehát mi az a hagyományápolás, ami után azt mondják, hogy elértük a célunkat? Hát én fizikusként akkor lennék elégedett, hogyha lenne egy olyan program Magyarországon, ahol a kvantummechanika és annak fizikus oldala a társadalomtudományi oldalával, ugye ebbe bele kell, hogy kapcsolódjon az agykutatás is, hiszen végeredményben az agyon keresztül nyilvánulnak meg ezek a dolgok, erősebb programmá válnak. Azt hiszem, hogy a jelenlegi viharos világban nagyon fontos lenne, hogy ezen a területen is tisztában lássunk az átlag emberek szintjén is, mint ahogy ez most történik. Én bölcsészként pedig arra utalnék, hogy a szimpóziumnak az első fele Festetics Imre emlékéről fog szólni, aki a genetikának Mendel előtti megalapozója. Na most az, ha az ő munkásságát és az erre épülő magyar evolúciós biológiai kutatásokat vizsgáljuk, akkor megdöbbentő következtetés az, hogy a kooperáció mindig jobban vitte előre az emberiség dolgát, mint az ellenségeskedés. Na most, hogyha ez az üzenet átmegy, akkor nagyon meg lesz. Ezt egyébként reméljük, hogy sokan meghallják ezt az üzenetet. Ez lesz a hétfői szinte záró üzenetünk. A szimpózium után visszavárjuk Önöket. Köszönjük szépen, hogy itt voltunk. Köszönjük szépen.